Hangulat! Várjál! Tehát akkor mi kell az, hogy olyan igazi
뛰는 거 수락 치는 사람도 아니야. 아마 코랑 뛰지. 뛰지. 지금 뭐 자기 사쿠라. 오케이. 어서 여러분이 구라. 신기야. 그 단위가 후시리트라 언니 되었다니 Thank you.
és mindent reggett, ami elnés hoztam. Már csak két esküvő van hátra. Ebben az erdőszöri házban. Marci és Mónika csizmái ott várakoztak az állatban. Téglatlombruk kotorázott a kutony aljában. Mit is adjak neki? Már csak néhány szalon cukrom van. Csak két narancsom és két virgácsom. Micsa? Van még egy labdám. És egy ezüstmaszkom. Jó napot kívánok!
Egy ilyen ezüst maszkot szeretnék. Ilyet? Hát ilyet még soha nem láttunk. Megkérdezem a kollégáimat. Piros orvén szarasán. Rudolf!
Tehát arra csak a világon egyetlen egy ember tudja a választ. Hát pont ezért nem fogja tudni. Jól van. Marci, az utolsó. És egyben legnehezebb kérdés. Amiért csak egyetlen egy ember tudja a világon a választ. A kérdésünk pedig a következő. Mi a mágia fogalma? A természet feletti dolgok irányítására és megértésére való törekvés. Bravo! A természet feletti dolgok irányítására és megértésére való törekvés. Igazgató úr, helyes a válasz? Helyes a válasz. Maga a tilapon nyitott neki ajtót, és csodálkozva kérdezte. Mi újság, Marci? Hogy kerülsz ide? Csak nincs valami baj. De bizony baj van. Összevesztünk a húgommal Monikával. Ő is ugyanilyen ezüstmarckót szeretne, csak ezüstmarckó sehosan kapható. A télapú elmosolyodott. Jó helyre jöttél, Marcikám. Tudod, ezüstmarckókat én készítettem saját kezemmel. Ha segítesz, hamar összemarok, hogy elindulok. Marci meg a krampuszok adagazdált kezeket, lábakat, és egy-kettőre megszületett ez a marci minden testvére. Köszönöm szépen, Télapó. Remélem, jövő decemberben is eljössz hozzá. Jó testvérekhez mindig eljövök. Aztán Marcia vállára kitesz a két ezüstmarckót, és elindult hazafelé. Hován nevőség, tisztelet! Köszöntsétek Marcit, aki testvérekedvéért ilyen nagy utat lesz meg. Igazán szép volt az ünnep. A fenyőfa illata belegte a jó meleg szobát.
te pedészek. Mónika elégedetten játszott az ő maszkójával. Marci pedig beletette a piros versenyautóval az ő ezüst maszkóját, és elindította a Forma 1-es versenyen. Biztosan győzni fog, hiszen Mónika mind a hét babája neki szurkol.
Ő fáradt. Már elesett után... Mentem keresztül. Elképesztő volt az a története, hogy én mikor elindultam az utolsó csomag kiszállítása után, Finnország fölött jártam, amikor egyszer csak Rudolf rénszarvasnak a kötőféke elszakadt. És elszakadt a barátaitól és hazámtól. Én tovább mentem, de nem időben vettem észre, hogy egy rénszarvasom sajnos eltűnt. Ekkor visszafordultam, hogy megkeressem, órákon át kerestem, de nem találtam sehol. Ekkor hűséges szánsegédeim, a manó, elhozták nekem Rudolfot. És én el tudtam jönni hozzátok egy icike-picike késéssel. Remélem, nem tudtok bocsájtani nekem. Hoztam a gyerekeknek ajándékot? Kíváncsiak vagytok rá? Yeah.
Thank you.
szép őt.